Na jó reggelt mindenkinek, gyönyörű napra virrattunk, ma Sky szigetére fogunk elmenni, de előtte, nagyon vicces, mert bezárja így magát az autó, ha elmegyek mellőle. Na, ma elmegyünk Sky szigetére, de össze meg bevásárolunk, mert röpke 3 órányira van, és veszünk ebédet, meg reggelit is, meg itt a Tesco-ban, és utána irány Sky! Szinte az összes ilyen bevásárlóközpontban, mint például a Tesco-ban is vannak ilyen meal deal-ek, és akkor ezt fogjuk most elfogyasztani mai reggelire. És akkor 3,9 fontért ennyi mindent tudtunk vásárolni, ez lesz a reggeli. De ezt például a kocsiba esszük meg, mert 3 óra az út. Csak hülyéskedtem, nem eszünk autóban, de parkolóban igen. Na megálltunk egy picit a Loch Ness partjánál. Tegnap itt nem sikerült megállni, úgyhogy megpróbáljuk most megnézni ezt a kastélyt, legalább kicsit így kívülről. Mert tegnap rengetegen voltak, úgyhogy a nyáron Loch Ness környékén vagytok, korán gyertek. Invernessből Sky sziget, kb. 2 óra autóval, de a főbb látványosságok a szigeten inkább 3. Az út gyönyörű volt végig, és nem meg is álltunk egy kicsit a tájban gyönyörködni, majd a sziget előtt egy kastélynál is. Na itt vagyunk az Eiland Donan kastélynál, ott látszik mögöttem, és egész jó állapotban megmaradt a többi kastélyhoz képest, mert a 19. században ezt újjáépítették. Bemenni a kastélyba fejenként 12 fontba kerül. Mire elértük a szigetet, elkezdett esni az eső, de a látvány így is gyönyörű volt. A sziget területe a középső kőkor óta lakott terület, története során már állt a vikingek fennhatósága alatt, majd a MacLeod és MacDonald klánok birtokolták. Az utak minősége nem a legjobb, és ahogy haladunk északra, egyre szűkebbek lettek az utak, és végül egy sávra szűkült az út, és 50-100 méterenként volt lehetőség félreállni a szembejövő elől. Na, itt vagyunk az Old Man Store-nak a parkolójában, mosdó ingyenes. Itt is, meg kb. Szinte mindenhol, és oda megyünk föl ennek a hegynek a lábához, ott van ez a Old Man Store nevű képződmény. Durván a túra, ez kb. 2 kilométer, 2, pár, de van benne 500 méter szintkülönbség, szóval ez egész kemény. Ha itt jártok a Sky szigetén, ezt a helyet ne hagyjátok ki semmiféleképpen se, eszméletlen. Onnan indultam, és akkor ide feljöttem 520 méter magasra, kb. Egy, nem tudom, nekem egy ilyen fél óra volt. Ez a legszebb hely eddig a Skóciában. Miután kigyönyörködtem magam a látványból, lesiettem vissza a parkolóba. Egyébként ezen a szigeten rengeteg lehetőség van kirándulásra, több emberrel is találkoztam, akinek több napnyi felszerelés volt a hátán. Na vissza is értem a parkolóba, kevés másfél óra volt ez a túra. Minimum annyit számoljatok rá, de abszolút megéri. Eddig tényleg ez volt a fénypontja ennek az utazásnak. Annyi minden van ezen a szigeten, hogy most jöttünk 7 percet autóval, és már is itt van egy lookout point,
ami úgy ott van mögöttem, oda mi most lesétálunk, és utána haladunk tovább. Ez a rengeteg fehér pötty mögöttem, meg hogy mindenhol sky, azok mind-mind bárányok, vagy jó, vagy bármi is lenne ennek a fehér élőlénynek a neve. Egész konkrétan 5 percet jöttünk, és megint megálltunk még egy viewpointnál. Innen már sietősebbre kellett fogni, hogy körbe tudjuk kerülni a sziget nagy részét, és a szállásra is időbe odaérjünk. Nem mondom, hogy sötétedés előtt, hiszen júliusban Skócia ezen részén este 11 után is világos van. A sziget északi részén még bementünk a Sky Museum of Island Life-ba, szóval egy olyan múzeumba, ahol bemutatják, hogy és milyen körülmények között éltek itt az emberek. Belépőnek az ára 6 font volt, és ilyen házakban laktak az emberek, amit tudom. Amikor az emberek itt építkeztek régen, nem tudták megengedni maguknak, hogy bármit is importáljanak a szigetre, úgyhogy mi csak olyan dolgokból építkeztek, ami a szigeten is megtalálható. Az ember azt hinné, hogy egyfajta bárány van, de nem. Na, így nézett ki régen egy ilyen kis kisbolt itt a sziget északi csücskében, és itt van a posta. Képzeljétek, hogy futva vitték a leveleket egészen 1862-ig. Szóval konkrétan ez a rész sokkal elmaradottabb volt, mint Magyarország ugyanebben az időben. Vagy legalábbis nem sokkal, de elmaradottabb. Innen már meg sem álltunk a szállásig. Összességében Sky sziget csodálatos, egyik legszebb hely, ahova jártam, de azt tudni kell, hogy nem olcsó itt aludni. Mi 140 fontot fizettünk a szálláson reggelivel, és ez még az olcsóbb szállások között volt. Na, megértünk a szállásunkhoz, ki van írva, hogy mi a szoba neve. De itt van rendes Ocean View-nk. Kaptunk mindent. Hot chocolate, kávé, koffeinmentes kávé, víz. Van gardrob. Ventilátor. Na, arra nem lesz szükség. De mikor van itt szükség ventilátorra? 16 fok van jelen pillanatban. És a vacsoránk. Mire itt dolgok, de ezzel rengeteg, rengeteget spórolunk. És nézzétek a kilátásunkat. Szóval mac and cheese, és az óceán. Na, jó reggelt, a mai napot egy kicsivel korábban kezdjük, mert 7:50-kor megy a komp, illetve 7:50-kor kell becsekkolni. Ami kb. 10 percre van, úgyhogy most reggel 7 van, gyorsan megyünk reggelizni, és utána rohanunk. Kompra autóval együtt kb. 8500 forintot fizettünk. Az út nem volt túl hosszú, csupán fél óra alatt átértünk a túlpartra. Viszont orkán erejű szél volt a vizen, és szinte az összes autónak a szirénája megszólalt út közben.
megálltunk itt a Spar mellett, és akkor itt is van egy nyilvános WC. Szökés Skóciában nagyon sok ingyenes nyilvános WC van. Ott a Spar. És itt a tenger. Illetve elvileg ez az Atlanti óceán. Ez a völgy eszméletlen szép, nézzétek meg, itt random megálltunk, ott van mögöttünk egy vízesés, azért pont kisütött a nap, előtte szakadt az eső, most csepeg az eső, és itt van egy rengeteg páfrány, gyönyörű az egész. Eljöttünk annak a viaduknak a közelébe, ahol a Harry Pottert is forgatták. Ez itt van, majd megnézzük, hogy honnan tudunk lenézni rá. Van egy ilyen trail, és most ilyen pillanatban itt vagyunk, és itt van egy ilyen kiállítás, ingyenes múzeum, ezt most majd megtekintjük. Mondjuk nem volt teljesen ingyen, hanem kötelező adomány volt. Innen megkerestük az ösvényt és elindultunk a kilátó pontra, ami kb. 1 km séta volt. A vonat 11 körül ért oda és napi kétszer jár. Nagyon vicces ez az egész, szóval hogy azért a show is megvan mögötte. A híd közepén megáll a vonat, összegyűjti az összes füstöt, és utána ilyen nagyon nagy füsttel elindul újra. És annyi ideig megy át a hídon, hogy mindenki meg tudja csinálni a saját maga fotóján, videóján, úgyhogy nagyon jó. Így nem visszaindultunk a kocsihoz, és elindultunk Fort Williambe. Na, megérkeztünk Fort Williamsbe, eléggé rossz lett az idő, úgyhogy nem tudom, mit fogunk megnézni. Egyébként a mai szállásunk Obanban lesz, és addig még Fort Williams, és még két dolgot szerettünk volna megnézni, meg nyilván az út mellett, hogyha van valami szép. De ha így marad az idő, akkor nem biztos, hogy ezeket meg fogjuk tenni, hanem csak egyből megyünk a szállásra, majd meglátjuk. Na, megebédeltünk, és az időre való tekintettel elhagyjuk Fort Williams-t, mert nem látszik belőle semmi, és megpróbálunk délebbre menni, hát ha jobb idő lesz. Egyébként Fort William Skócia nyugati partjának egyik legnagyobb városa, ezt nem a szépségének, hanem az elhelyezkedésének köszönheti. Innen nagyon sok kiránduló út indul a környező hegyekre, ezeket a hegyeket sajnos az eső miatt nem láttuk. Itt vagyunk a Glencoe völgyében, és most elsétálunk arra a helyre, ahol Hagridnak a kunyhója állt a Harry Potterben. Itt vagyunk. Így jöttünk, és vissza. No. A forgatási helyszínre egy rövid, kb. 10 perces séta vezet, és a Google Maps-en be van jelölve a helyszín. Mögöttem vették fel Hagridnak a kunyhóját, körülbelül itt állhatott, ahol most a kezem van. És itt meg a tiltott rengeteg. Szóval ez volt az egyik forgatási helyszín a Harry Potternek. Az eső miatt elindultunk a szállásunk felé, Obanba, de előbb még megálltunk egy kastélynál, Oban közelében egy picit sétálni. Nem az igazi az idő, úgyhogy eljöttünk elfoglalni a szállásunkat, és 4 óra van, kicsit pihenünk, aztán megnézzük Oban nevű települést, amit van alattunk. Na, az idő nem lett sokkal jobb, de azért lemegyünk a kikötőbe, kicsit körbenézünk, meg valahol vacsorázunk. A város neve kisöblöt jelent, amelyet boltok szegélyeznek.
Itt jártunkkor futott be a föld kerülő vitorlás versenymezőnye, ezért a legrégebbi kocsmába be se fértünk, helyette a kikötő túloldalán ettünk, és ittam pár sört. Meglepetésemre a Guinness itt olcsóbb volt, mint otthon, csupán 4 fontba került. Nem számítottunk a szálláson reggelire, de kaptunk. Nagyon kedvesek. Na jó reggelt, sajnos megkezdjük az utolsó teljes napunkat itt Skóciában. Na képzeljétek el, ahol most állok, az egy családi emlékmű. Ahova felsétáltunk, az a McCrack Tower, vagyis torony. McCrack egy tehetős bankár volt, aki családi emlékműnek szánta, és a Skót Kolosseumnak is szokás ezt hívni. A panoráma miatt is érdemes ide felsétálni. Majd visszajöttünk az autóba, és visszamentünk a Glencoe völgybe, hogy szép időben is megcsodáljuk. Első megállunk a völgyben a Glencoe Visitor Center volt, ami ingyenes volt, csak a parkolóért kellett fizetni. Itt bemutattak egy régi házat, és közelebbről is láthattuk a híres skót felföldi marhát. Volt egy kis múzeum része is. Innen pedig szép lassan végigurultunk a völgyön, és próbáltunk minél több helyen megállni. Rossz felé jöttünk, ne erre! Vissza a sziklán! Viki szép helyen akart ebédelni, úgyhogy itt fogunk ebédelni. Három percet jöttünk, és megint megálltunk. Itt van egy tök hosszú, itt van egy tök jó túraútvonal, azon most nem megyünk végig, már 5 km, és igen, csodálatos kilátás van ez a hely, ez tehát mesebeli. Tényleg méterenként változik az időjárás is, és a táj is. Úgyhogy ezen az úton megéri végigmenni. Szerintem az egyik legszebb út a világon, de ezt majd eldöntik a Economistnál, vagy hol szokták ezeket a top 10 legszebb európai utakat meghirdetni. Innen elindultunk délnek, Glasgow irányába. Na, innen északról jövünk le folyamatosan a Loch Lomond partján. Glasgow környékén nagyon drágák voltak a szállások, ezért innen kb. 50 km-re egy Drymen nevű településen szálltunk meg, egy wellness hotelben, amit épp újítottak. A szállásokat a Google Maps hotel keresési funkciójával néztük, sok szállás nincs is fent a Bookingon, ezért kevésbé ismert honlapokon, vagy pedig közvetlenül a szállás oldalán foglaltuk. Miután elfoglaltuk a szállást, kihasználtuk, hogy volt medence, aztán megvacsoráztunk és pihentünk. Na jó reggelt, itt a mögöttem látható épületbe kipihentük magunkat. Egy jót reggeliztünk, és most megnézzünk egy elhagyatott várat, és utána pedig elmegyünk Glasgowba, és megnézzük Glasgow-t, majd utána meg megyünk a reptérre, és irány haza. Úgyhogy ez sajnos az utolsó nap, és ez már csak egy fél nap itt Skóciában. Hihetetlen jó volt, nagyon szép volt minden.
Na, itt van a elhagyatott kastély. Elvileg tilos bemenni, mert elhagyatott. De nyilvánvalóan egy másik oldalról meg simán be lehet menni, úgyhogy nincs itt semmi probléma. Tilos a belépés, de itt szépen szét van vágva a kerítés. A kommentek szerint ezt valaki megvásárolta, és mivel nem tudta fizetni az adót, mert tönkrement, ezért lebontatta a tetőt, és így hagyta, és így nem kell adóznia utána. És ezóta így benőtték a fák. És ott föl lehet jönni. Nem olyan biztonságos. De mondjuk egész jó állapodóan ez a lépcső. Itt vagyok a harmadikon, és ez a fa innen nőtt ki konkrétan, és a lépcső pedig így néz ki. Innen már csak Glasgow-ba mentünk egy rövid időre szétnézni. Glasgow, Skócia a legnagyobb városa. A város közepén egy parkolóban leraktuk a kocsit, és kb. 2 órát sétáltunk a belvárosba. Nekünk első benyomásra Edinburgh jobban tetszett, bár Glasgow-ban jóval kevesebb időnk volt, és már fáradtak is voltunk. Mert az eső, úgyhogy ennyi elég is volt Glasgow-ból, vissza a kocsihoz, utána irányi reptér. Ha tetszettek a videók, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és lájkoljátok, és majd találkozunk legközelebb. Sziasztok!